A Kutyaszorítóban című Quentin Tarantino film a Harvey Keitelnek, a Tim Rothnak, a Steve Buscemi-nek és a Michael Madsennek a főszereplésével, ennek a négy valóban kiváló színésznek, akik közül hát egyértelműen kiemelkedik a nagyszerű és csodálatos Harvey Keitel, akit Hollywoodban csak a színésznek hívnak, akinél hát nagyobbat alig ha lehet elképzelni. Egy Michael Madsenre hagyj mondjam, hogy most olvastam éppen róla, hogy a Szerencsétlent meghívta Koltai Róbert készülő új filmjébe, Úristen, amit nyáron forgat majd, és elképzeltem, hogy Koltai Róbert filmet forgat, és Michael Madsen is játszani fog benne, hát ez valami rettenet lesz. Elég nagy zuhanás Quentin Tarantinótól Koltai Róbert. Szerintem nem fogja beleírni az önéletrajzába. Nem tudom, hogy ezt ívnek lehet-e nevezni, vagy pedig egy egyszerűen lefelé mutató egyenesnek. Nem, hát mindenki követel hibákat. Szóval, itt Mr. Fehérről, Mr. Narancsról, Mr. Rózsaszínről és Mr. Barnáról és Szőkéről van szó. Mr. Barna, akit maga Tarantino játszik, nagyon-nagyon hamar meghal, ugyanúgy, mint Mr. Kék. Tehát ők nagyon hamar kikerülnek a képből. Tarantino érezte, hogy magát a lehetőleg hamarabb ki kell húzni a filmből, mert nem akkora színész. Hát nem, hát főszerepeket soha nem oszt magára. Mindig beéri mellékszerepekkel, újabban már mellékszerepeket sem nagyon oszt magára, mert már... Mert azért mégsem egy Woody Allen. Hát meg az exhibicionizmusa most már azért alább hagyott, úgy gondolom. Minden esetre egy gangster bandáról van szó, azért ez a nevük, mert nem nagyon akarják felfedni a valódi nevüket, így bizonyos szereplőknek a nevét meg sem tudjuk, bizonyos szereplők nevét megtudjuk, hogy Mr. Orange például Freddy, megtudjuk, hogy Mr. White például, Mr. Fehér például Larry, de nem lenne szabad megtudnunk, Mr. Pink például mindvégig nem mondja meg a nevét, a Mr. Pinknek a nevét nem tudjuk meg. Mondjuk így sem jut sokkal előrébb egyébként, mint a többiek. Na ez egy fontos kérdés, és ezt már döntsék el a kedves hallgatók. Az lenne a kérdésünk, kedves hallgatók, hogy Mr. Pinknek mi a sorsa a film végén? Ha láttátok a Kutyaszorítóban című filmet, segítsetek nekünk, mert mi bizony ezzel kapcsolatban egy komoly dilemmában vagyunk. Nem keveset vitatkoztunk erről tanult kollégámmal, hogy vajon Mr. Pinknek és a gyémántoknak mi a sorsa a filmnek a végén? Ezzel nem lőttük le a poént. Nagyon odafigyelünk, hogy ne lőjük le a filmnek a poénját, de írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számra, legyetek szívesek, hogy mi a sorsa Mr. Pinknek. Egyébként Mr. Pink az, aki már amikor megérkeznek abba a raktárba, ahova elvileg mindannyiuknak a rablás után vissza kell menniük találkozni, ő már akkor mondja, hogy nem biztonságos, el kell innen húzni. Tehát, hogy ő nagyon hamar Mr. érzi Pink azt, a legracionálisabb, hogy a legracionálisabb és a legprofibb mind közül. Egyébként tulajdonképpen... Miközben egyébként nem tűnik annak, tehát ő nem azt a karaktert alakítja, akire azt gondolnád, hogy na ő a legprofibb. Egy gangster bandának a összeállásáról, amelyet az emlékekből, emlékfoszlányokból ismerhetünk meg, és a széthullásáról, a önmagát felemésztő leszámolásról. Tehát tulajdonképpen, hát tulajdonképpen ez nem egy igazi banda. A banda felszámolja saját magát. Ez egy alkalmi együttműködés. Igen, ez egy projekt, ki kell rabolni egy gyémánt üzletet, ahova nagy mennyiségű, nagy értékű, csiszolt izraeli gyémánt érkezik. Csiszolatlan, nem? Csiszolt izraeli gyémánt. Igen. Igen. Szóval, hogy ezt ki kell rámolni, és amiután sikerül kirámolni, hát persze azonnal megjelennek a rendőrök, és így aztán felüti a fejét a gyanú. Elsősorban Mr. Pinkben, aki a legtöbbet gondolkodik az egész film során, hogy bizony itt valaki köpött, valamelyikük... Hogy van egy patkány a csapatban. Igen, valamelyikük besúgó lehet, még az is lehet, hogy rendőr, de vajon ki lehet az illető, és kezdetét veszi a banda önmaga általi felszámolása. De mindeközben, miközben ez zajlik, annyira életszerű jelenetek, annyira életszerű dumák, és annyira szórakoztató pillanatok vannak, amelyek egyébként nem szervesülnek a film cselekményébe, hanem mint egy kiegészítik, életszerűvé teszik, tehát feltöltik. Ez az, amihez Tarantino nagyon ért. Hogy... És ez az, amit Tarantino hozott be a film kultúrába. Igen, hogy olyan dialógusai vannak, amik nem kapcsolódnak szervesen ahhoz a sztorihoz, ami a film gerincét alkotja, hanem így kimutatnak belőle, és a szereplők háttér történetét és lelkivilágát és előéletét rajzolják fel nagyon finom szálakkal. Ez az, ami miatt Tarantinót az egész világ először megszerette. Gyerünk, dobjuk össze a zsetont a kisasszonynak. Te nem adsz bele? Én nem szoktam. Nem szoktál? Nem hiszek benne. Nem adsz borravalót? Tudod, mit keres ez a gyúk, szart se. És ha több lóvét akar, dolgozom mást. Fura, hogy pont egy ilyen zsidó mondja ezt. De most, hát komolyan, mi az anyádért nem adsz, ha? Mert mindenki azt várja, hogy adjak. Jó, annak adok, akin tényleg látom, hogy gürizik meg minden, de amúgy ez a kötelező borravalós, de egy
játszott dolog. Arról nem is szólva, hogy ez a munkája. De még kedves is volt. Az lehet, de azon kívül semmi extra. Milyen extra? Le is kellett volna szólnia. Arra én még rá is dobnék egy kicsit. Figyelj, kávét rendeltem, ugye? És eddig csak 3 kávét töltött, pedig én ennyi idő alatt minimum 6-ot legurítom. 6-ot? Na, és ha itt más dolga volt? Aki nem ér rá, az eleve ne is menjen pincérnek. Na, hogy így elnézlek, rózsaszín, kurvára nem az a kávé hiányzik már neked. De most komolyan, ezek nem fognak éhen halni. Minimálbért kapnak. Én is dolgoztam minimálbérért, és hidd el, egy fillér borravalót nem kaptam. Örültem, hogy dolgozhatok. Az sem érdekel, hogy számít erre a kis pénzre. Tudod, mi ez? A szánalom, amit a pincérnők iránt érzek. Fingot sincs róla, hogy mit beszélsz. Ezek halálra dolgozzák magukat. És gombokért. A McDonald's-nál talán, de ott alapbultíros a borravaló. Pedig ugyanúgy kihozzák a kaját, de nem? Most akkor hogy van ez? Ott ne adjak pénzt, itt viszont adjak? Ez baromság. A pincérkedés az érettségizett lányok számára az első számú munka lehetőség. Ez az egyetlen olyan meló, amiből meg tudnak élni valahogy. Hát ezért van szükség borravalóra. Lesz. Parasság, hogy megadóztatják őket, elismerem, de én tehetek róla. A pincérnők úgy látszik az a kaszt, amit a kormány törvényesen is megszivathat. Adjatok elém egy papírt, és bármikor aláírom, hogy ne adózzanak. Még szavaznék is rá, de hülyének azért ne nézzenek. Az érettség és f***ságodra pedig csak annyit mondok, öreg. Tanuljon meg a csaj gép elé, mert ha tőlem vár lóvét, akkor az k***ára benézte. Engem meggyőzött, kérem vissza a pénzt. Hagyd szépen ott. Jól van, urak, oszoljunk. Egy pillanat. Ki nem szállt be? Rózsaszín. Rózsaszín? És miért nem? Nem szokása. Nem szokása? Ezt meg hogy értsem? Hát nem hisz benne. Kussolj! Hogyhogy nem hiszel benne? Sürgősen köhögt ki azt a lóvét, te zsugoriseg, ha már egyszer meghívtalak. Na jó, most fizetek, mert meghívtál, de különben sose szoktam. Szokok rá, mit nem szoktál. Most fizetsz, kicsi rigó, mint mindenki más. Köszöntem. Nagyon fontos információknak jutottunk a birtokába. Rózsaszín nagy túlélő, és most már most kiderül, hogy Rózsaszín az egy egészen más síkon mozog, mint a többiek, mert Rózsaszín az, aki kemény és racionális, de közben nem törik, hanem hajlik. Tehát, hogy így, amikor mindenki befeszül, akkor Rózsaszín az mindig... Ő mindig enged. Tehát, hogy amikor például a végső leszámolás zajlik, és mindenki elvi kérdést csinál abból, hogy megdögöljön, akkor Rózsaszín bemászik a lépcső alá, és ott bújik el, amíg el nem ül a vihar, majd fogja a gyémántokat, és itt vannak a válaszok a kedves SMS írók részéről a kérdésünkre. Hogy a végén... Hogy vajon mi történik a film végén ezzel a bizonyos Mr. Pinkkel, akit Steve Buscemi játszik, csak hogy a kedves hallgatók azok még sokkal könnyebben azonosíthassák. Kimegy az ajtón, a táskával, írja az SMS író. Emlékezetem nem csal, volt egy kis sziréna, meg pufogás, talán bedőlt, írja Zoli. Még egy SMS író írja, sziréna zaj hallatszik, mikor kilép a raktárból, szerintem rászegezett pisztolyok várják meg pár év a sitten. Egy valami biztos. De még lövöldözés is hallatszik, lehet, hogy meghal ő is. Hát valószínű. Könnyen lehet, hogy meghal, könnyen lehet, hogy megúszza, könnyen lehet, hogy börtönbe vonul, semmit nem tudunk Pinkről. Bár megjegyzem most... Durogás, az hallatszik. Igen, de az a lényeg, hogy nem kéne elmondanunk azoknak, akik nem látták, hogy mi van a végén. Na, de nem. Abból számomra az derül ki, hogy pontosan az történik, ő vele is, már ezzel már egyébként félig meddig lelőttem. Pink, de szó szerint lelőtted, mert ők is egymást, ahogy csak kell. Pink egy igazi túlélő. Nem mondom, hogy egy jellemtelen alak, de nem mondom, hogy egy jellemóriás. Aki a jellemórás óriás, az valóban Mr. White. Vagyis Mr. Fehér. Magyarul Harvey Keitel. Csak hát éppen akit Larrynek hívnak, és azért is tudhatjuk meg, hogy Larrynek hívják, mert ez egy ember, nem pedig egy rohadék. Csak hát éppen ott is van a hiba a rendszerben, hogy belevitte az érzéseit ebbe a dologba, ahol nem kéne. Ez a legnagyobb hiba. Ez a legnagyobb hiba. Egyébként és ez nem. A legnagyobb tragikuma, egyébként... és ez egy valódi tragikuma a filmnek. Ez a legnagyobb tragikuma, hogy ez az ember érzelmi kérdést csinált abból, amiből nem lett volna szabad, és hagyta a racionális következtetéseit az érzelmei által félrevinni. De ugyanakkor Tarantino kijelöli az erkölcsi skála másik oldalát, a másik végpontját. Mr. Szőkével, aki Michael Madsen, a pszichopata, a született pszichopata olyan állat. Elképesztő, félelmetes, szörnyű
kínzásokat indít el. Igazából nem mutatja a film szemérmesen, hogy pontosan mi az, amit ő csinál. Hát de valami rettenetes, amire készül. Azt nem mutatja, hogy csinálja, csak az eredményét mutatja. De még nem jut a végére. Zsarónak levágja a fülét, majd pedig beleszól a fülébe, tehát a kezébe veszi a fülét, az a szájához emeli, és azt mondja, hogy halló Houston, hall engem? És ott előtt ott táncolgat, de valami iszonyatos pszichopata, az a lényeg. Hogyha valaha láttátok ezt a filmet, és hallottátok azt a számot, amire ő táncol kezében a borotvával, mielőtt még kimenne és behozná a kanna benzint, akkor ezt soha nem felejtitek el. Ez a film, ez valójában a Mr. White-nak, vagyis a Harvey Keitel által játszott Larry-nek a személyes magánéleti drámája, az ő tragédiája. Igazából ő az egyetlen, akivel a filmben igazán együtt lehet érezni. Ő az egyetlen, akit igazán szeretni lehet, az igazán azonosulható karakter az egész filmben. Ő az, akiben vannak érzések, ő az, aki talán nem is lenne való gangsternek. De jól végzi a munkáját. Tökéletesen végzi a munkáját, csak elkövet egy valahol nagyon elcsúszik, racionálisan valahol félrecsúszik, és akkor a másik végpont, ugye a Michael Madsen, Mr. Szőke szerepében a született pszichopata állat, akivel meg nem lehet azonosulni. Lehetetlen. Michael Madsen, tehát azt mondod, hogy a bukás, vagy És gyűlölik is egymást, tehát úgy fújnak egymást, hogy látszik, hogy ha egy fél órára összezárnák őket, akkor valamelyik megdöglene. Abszolút ellentétek. Teljesen ellentétek. De hogy amit mondtál, hogy a... Hát egyszer majdnem egymásra is másznak. Igen. Na igen. Hát nem is egyszer. De hogy a Harvey Keitelnek ő neki a tragédiája, vagy az ő okozza a tragédiát, ez részben igaz, mert pont a Michael Madsennek az elképesztő pszichopata agya az, amelyik kirobbantja a balhét. A gyémánt üzletben, ahol valaki megnyomja a riasztót, erre egyesével leszed mindenkit. Tehát így ő az őrült, aki elkezd lövöldözni, ahol igazából elborul a sztori, vagy felborul. Hát ki okozza? Ő okozza az őrült, vagy pedig a Spitzli, aki a rendőröket előre értesítette a rablásnak az időpontjáról és a helyéről? Szerintem ő okozza egyébként, tehát akkor kezdődik az a lövöldözés, aminek nem kellene elkezdődnie, ami miatt meghalnak és megsebesülnek többen, és ami oda vezet, hogy... Jaj, de fájó, hogy számos SMS-t nem olvashatok fel, mert tönkretenném az élményt mindazoknak, akik nem látták Igen, a filmet. Rettenetes úgy beszélni róla, hogy nem mondhatjuk el. Ne írjatok nekem ilyen SMS-eket, amikben a végkifejletnek a részleteire kérdeztek rá. Tudom a választ, de nem szabad megmondanom, és ez nekem nagyon súlyos fizikai fájdalmat is okoz, de hát mit tehetnék? Van egy besúgó hát a csapatban? Ez a kérdés, hogy van-e besúgó, kell, de hogy legyen nagyon besúgó, és ez is az, ami csak Pinknek az eszében ötlik fel, tehát igazából Pink az egyetlen, aki ezen komolyan elgondolkodik. És hogy ki az, vagy ki nem az, ki biztosan nem az, és mondja, hogy jó, számára például akit hasba lőttek, az nem az, meg nem az a White az nem az, mert az így szimpinek tűnik, de a szőkes ennyire pszichopata nem lehet besúgó. Hát ő meg nyilván nem az, hiszen ő ő tudja magáról, tehát megy ez az agyalás azon, és az érdekes, hogy a múltjukat mindegyiküknek az elmesélésekből, tehát az emlékfoszlányokból tudjuk meg, tehát igazából nincs, és mi a legérdekesebb, hogy pont a balhét nem látjuk. Uh-huh. Tehát a balhé, a rablásnak a részletei és körülményei a bankban nem zajlik, vagy a ékszerboltban nem zajlik. Azt csak jelenet. Elmesélik, ez megint Tarantinónak a zsenialitása, hogy csak ilyen, amikor próbálják rekonstruálni, hogy kerültek bele ebbe a nagy fécezbe, akkor rakják össze, és mesélik egymásnak, hogy nem, az úgy volt, hogy bam-bam-bam. Tulajdonképpen csak a nézőnek a fejében rakódik össze a sok élménybeszámolóból, hogy mi is történhetett valójában ott bent az ékszerboltban, ahol a balhé megtörtént. Narancssal beugrottunk a kocsiba, barnak időt. Ennyit tudok körülbelül. Hát mindenki mentette a bőrét. De úgy konkrétan szőkéről vagy kékről én nem tudok semmit, mert én se sűrűn nézelődtem. És mit gondolsz? Mit tudom én, vagy meghaltak, vagy elfogták őket. Ezt most miért mondod, te is megúsztad valahogy. Csak megkurva mákon volt. De ha ki is jöttek, hol a szarban vannak? Nem lehet, hogy fogták a gyémántokat is úgy? Nem, kizárt. Miért vagy ebben ilyen biztos? Mert a szajré nálam van. Okos. Hol? Eldugtam.
És azt mondom, menjünk el értük, méghozzá most rögtön. Ne maradjunk itt egy rohadt percig sem. Az a legnagyobb baromság lenne. Úgy beszéltük meg, hogy itt találkozunk. És akkor hol vannak a többiek? Ráadásul azzal, hogy köptek, szerintem ez a terv is ugrott. Fingunk sincs, merre van szőke és kék. Vagy meghaltak, vagy elkapták őket a zsaruk, és akkor éppen kihallgatják őket. Nem kizárt. Jó, neveket nem tudnak, de ezt a helyet ismerik. Áj, hogy lehetek egyfolytában ilyen pehés? Mi? Az előző melómra 4 emberem volt. Csak kiderült, hogy az egyik tag beépített rendőr. Ne b***sz ki! Szerencsére még időben. Úgyhogy volt idő lefújni az egészet a b***sába. És ezóta ki a patkány? Kék? Barna? Joe? Végül is Joe szervezte az egészet. Lehet, hogy lepaktáltad. Nem hiszem. 1000 éve ismerem az öreget, észrevenném, ha bármi köze lenne ez az egész szarhoz. Jó, figyelj, én is gyerekkorom óta ismerem, így én sem hiszem. Sőt, nevetségesnek tartom. Csak egyet tudok, hogy én nem kavartam, mert arra emlékeznék. De másról biztosat nem mondhatok, mert másról biztosat nem tudok. Felőlem te is lehetsz. Felőlem meg te, bazd meg. Há, így van, pontosan erről beszélek. Ilyen alapon ő is lehet. Na figyelj. Az a srác a szemem láttán kapott egy golyót a belébe, úgyhogy ne nevezd patkánynak, jó? Nézd, egy dolog tuti, valaki kurvára köpött. Na most itt a magyar verzióban is így lehet érezni, hogy mekkora sutyók ezek, de az eredeti angolban annyira gyönyörűen jön ki az, hogy mekkora taplók, de tényleg ilyen utolsó sutyók ezek az arcok is. Mellékesen jól végzik a munkájukat helyjel közzel. Osztályozzuk le ezt a filmet is, mielőtt elbúcsúznánk. Én egy 8-ast, azt mindenképpen beígérek a Kutyaszorítóban című filmre. Nekem egy 8 és feles. Igazából a vége miatt nem mondom, hogy 9 és fél.